Szülinapi buli. Írta Mark Mason és Lee Combs. Jaj, nem jóját, megsülök vizet. Jaj, adsz egy pohár szódát, komám, jaj. Tigrisek is, és undok, denevérek. Jaj, már szédülök is, jaj. Mi ez? Hol vagyok? Micsoda hőség? A sivatag. Nem lehet más. Jaj, bocsáss meg aranyom, de nincs nálad kéznél egy törcsér fagylalt, jaj. Fütyülök rád, öreg. Majd bolond leszek felkelni. Hurrá! Hey! Kapd össze magad a csipajtást! Felkelni! Fel! Kapok egy csésze teát, szívem. Mindjárt felfor a víz, Arthur. Ja, jó. Nekem az a sanda gyanúm, hogy ezek az ürgék űrlakók egy másik bolygóról. Vagyis, hogy nekik mi vagyunk az űrlakók? Erről van szó. Ez az oka, hogy nem lehet követni őket épp ésszel. Talán marslakók azzal a küldetéssel, hogy mindnyájunkat az őrületbe kergessenek. Jaj, apa! Mint szomszédok igazán megbízhatóak. Az igaz, hogy más az életstílusuk, de hát Istenem. Azt mondod, megbízhatóak? Csak minden tönkretesz, amihez csak hozzáér. És nem vettem észre ebben az öcsi gyerekbe se építő szándékot. Szép jó reggelt! Ki jöhet Rory játszani? Ja. Amíg nem végzünk a reggelivel, nem! Jaj, apa, ne csinálj! De futballozni csak kiengedi! Na mindegy, nem érdekes. Ja igen, úgy szeretnék segíteni valamit. Tényleg, Árti, úgy látom, piszkosul koszosak az üvegház ablakai. Szabad lemosni őket. Soha nem szoktam rászorítani. Ne szóljon egy szót se! Boldogan megcsinálom. Van rongya, meg mi egymás, később találkozunk. Pá! Na de hát, ezt... Na, ha. Milyen vagyok, hogy csődbe tettem be az ajtót, ha? Ne nyafogj, Arthur! Igenis, aranyos gyerek ez az öcsi. Önzetlenül megmossa helyetted az üvegház ablakai. Szerintem azért csinálja, mert ma van a szülinapja, és valami szuper ajándékot remél. Ne hisztériás, Csipisz, muszáj tisztálkodni! Különben te is olyan leszel, mint a jó édes apukád. Egy koszos, lusta, semmire kellő. Te itt vagy, szívem. Ha valami bajod van, drágám, mondd meg nyugodtan. Nekem? Dehogy. Lilian, mondj el mindent a te csakodnak. Hát, csak annyi, hogy ebben a házban minden az én vállamon van, mert te lusta vagy, trehány és feledékeny. Tudod, hogy kell lesz nekem a fiaddal együtt, mint egy púp a hátamra? Na, megkönnyebbültem. Köszönöm, hogy meghallgattál, drágám, te olyan megértő vagy. Én? Bármikor szívesen, Lili. Ha valami bajod van, csak szólj nekem nyugodtan. Tudhatod, hogy a családom előttem szentség. Hát persze, drágám, ne tudnám. Ezért készülsz annyira, hogy öcsi szülinapi buliát felejthetetlenné tedd ma délután, ugye? Mi van, kisfiam? Mi a nagy helyzet? Mosom át üvegházán az ablakokat, érted? Ma nem mindennapi nap van, kedveskedünk egymásnak. Tudod miért? Az áldóját! Öcsi születésnapja van, világra szóló bulit tartunk. Csak rá ne jöjjön, hogy megfeledkeztél róla. Bár ezt el kell ismerni csak, hogy a gyerekeidhez nagyon rendes vagy. Majd én megszervezem a bulit. Bízz csak rám! Hol is tartottam? Csipész! Csipiszke, hol vagy? Nekem az a gyanúm, hogy ki kéne nyitni az ajtót és úgy olajozni. Miért? Na látod. Ennyi csak, összeolajozza a tiszta padlómat. Elnézést, Arti, ne haragudj. Jól bevertem a fejem, de láthatod, túléltem. Egyelőre még egyben vannak a csontjaim. Arti, képzeljék, szörnyű nagy bajban vagyok. Közeleg az űrhajót, hogy elvigyen vissza. Segítsenek az Istenért, elfelejtettem, hogy öcsi születésnapja van. Tudunk róla. Hát tudták. Mi az, hogy? Épp csomagolom az ajándékot. Gratulálunk! Figyelemre méltó teljesítmény, csak hogy megérte a kicsike ezt a kort egy darabban. Na igen, de az a baj, hogy elfelejtettem, és a családunkban az a szokás, hogy különleges módon ünnepeljük meg minden évben. Hogy te milyen gondos apa vagy. Hát süthetek egy tortát.
Há, megvan. A napokban bedobtak egy szórólapot. Aha. Valami gyerekmulattató. Ja, igen, ide tettem. Az elvívölő Vincetti. A hátán ott a telefonszám. De jó, klassz. Egy gyerekmulattató. Megyek és felhívom. De Lilinek egy szót se. A jó öreg csak mindig kivágja magát, és természetesen hivatalosak a bulira, de öcsi, nehogy megneszeljen valamit. Ezt már felmoshatta volna, hallja? Figyelj, öcsi! Isten értessem! Na megálljon, kisasszonynak te visszakapjál! Szent kívül, öcsi! Ajándékot hoztam. Húnyd le a szemed. Húnyom? A pókasszony csókja, segítség, végem van. Hé, láttátok ezt? A nyúl majdnem megölt az ürgét, pedig csak rálehelt. Ugyan mit tehetnék mi az ilyen félelmetes erővel szemben? Nem vagyok biztos benne, hogy az történt, aminek te értelmezed. Mi szabadítsuk fel magunkban ezt a veszélyes erőt. Kérek két önként jelentkezőt, akik megismétlik, amit az állatok tettek. Az arcok között közeli kapcsolatot kell létrehozni. Hát én megpróbálhatom. Ugye vel? Percy? Charlotte! Na, van hatás? Semmi? Mi az eredmény? Használható ez az erő? Hát, szerintem folytatni kéne még a kísérletezést. Jó. Te mit gondolsz, Percy? Én azt mondom, ha ezzel a közjót szolgáljuk, akkor feltétlenül Charlotte. Nem jó járt, mintha hólyag nőtt volna a felső ajakamra. Szevasztok! Mi a balhé? Születésnapomban. Ó, komolyan? Kap majd egy ajándékot, légy nyugodt. Úristen, de szomjas vagyok. Há, azt ne! Cuki, te ugye csipiszkét nem ittad meg? Tudod, Sunyi, ha nem volnék természetemnél fogva komisz, gonosz és kiállhatatlan, még élvezném is ezt a háziasított állapotot. De szép is lenne! Ez a mamám lesz, az a vén szatyor. Halló? Hangosabban lesz szíves, nem hallod? Na? Igen? Ó, hogy ne lehet róla szó. Ma délután, köszönöm. Minden jót. Jó hírem van, doktorom, gyerekmulattatót keresnek ma délutánra. Látja? A hirdetés hatalma. Szerintem ez megér egy szülinapi görkorit, és még ők járnak jól. Görkorit! Na hát, öcsi, milyen kiváló munka, és egy ablak se tört be. Köszönöm szépen, köszönöm. Várjon, ezzel el van intézve. Részemről igen. Habár, egy pillanat, tartogatok neked valamit. Úgy le a szemed és mutasd a kezed. De ugye nem fog megcsókolni. Én? Miket képzelsz te rólam? Na, kinyithatod a szemed. Ki szúrja a szememet sárga répával? Háztáiban nevelt répa, öcsi. Vagyis a legjobb. Csemegézd. Csemegézzem ezt? Nagyon szépen köszönöm. A türelem nagy erény, fiatal barátom. A türelem hatalmas erény, Sunyi. Én türelmes lény vagyok, de sátán is. Sokáig vártunk, de ma miénk lesz a kristály. Zokni! Nem! Túl egyszerűen! Figyelj! Mi a véleményed? Ugye a legnagyobb bohóc vagyok, akit valaha láttál? Hát! Az igaz született bohóc, el kell ismerni. Nos, a látványosság előkészítve egyszerűen ellenállhatatlan leszek annak az ürge palántának. Te fiacskám, bedobod a csalit, aztán kicsalod az áldozatot, és ide csalogatod. Csalogatod? A sátán újabb győzelme a tudomány fölött. Egy közönséges furuját kombináltam, egy szuperszónikus reszkés modulátorral. A szól a furulya. A rezgések hipnózis útján a befolyásom alá vonják az ifjú agyat.
A hamelni patkányfogó patkányokat csalt el, én pedig az ürgéket fogom. Pontosabban azt a kis csintalan öcsi ürgét. Bezárjuk ide a pincébe, és a váltságdíj érte. A kristály! Öröm, doktorom, ez a patkányfogó jó fej lehetett. Szóval, öcsi születésnapja van, és lesz még torta is. Úristen, de meleg van, mindjárt meggyulladok. Valami különös metszési pont lehet alattam. Azt sugárzik. Jaj! Mintha bunkóznák az agyam. Hagyj már abba, te! És most rakjuk rendbe, szép! Biztos vagy benne, hogy elmentek? Nincs más választás. Nem látok semmit. Tök sötét van. Rendben. Egy ember előre megy, a többi itt marad. Helyes. Kicsi. Svábi. Ha. Ki. Si. Tál. Gat. Nem. Teszi. Jól. Ő. Ha. El. Mi. Láz. Gat. Te rád jött ki, nácsó. Tudom, megyek. Arriba. Mindig beveszi? Aha, hogy ez mekkora egy barom. Nincs itt senki. Na, mondj már valami. Szentéges svábogát. Randadög. Na és hol vannak az ajándékok? Anyukám, közi, de utalom a tortát meg ilyeneket. Mi lesz? Játszunk valamit? Ajánlom a segre pacsit. Öcsi, Arthur és Beatrix egész délután dolgoztak ezen a tortán azért, hogy örömet szerezzenek neked. Ugye csak? Igen, nagyjából így van. Ez a mi ajándékunk, öcsites? Örvendek, és hol van az enyém? Pontosabban a te ajándékod tőlünk. Arra való, hogy csiszold az éles eszedet. Ha? Semmi, ezt te úgy sem érted. Könyvek, kösz. Ifjúcsák őrge, nem nézem, hogy a születésnapod van, és mindjárt lekeverek egy pofont, ha nem moderálod magad. Igen, anya. Köszönöm, kedves túró család. Nagyon jók lesznek lépcsőnek a bicómhoz. Elég volt! Bábikszel, ebben a minutában távozunk. Jó mulatás, öcsi. Flóra, viselkedj rendesen. Volt szerencsém! Biztos vagyok benne, hogy valaki hamarosan itt lesz megint, csak elnézést, viszlát. Ki? Ja, leesett. Ezt találjátok ki, mi az, ami piros és gömbölyű? A paradicsom. A válasz helyett. Akkor most leállítom a zenét. Lilian, már nem szembekötősdizünk. Öcsi, légy szíves. Látsunk ki a pacsot, ez olyan unalmas. Vagy utolsó pár előre. Kamám asszony. Csak ízd is legyen. Hogyne, hogy felfordítsátok a... Szabad. Jó hec volt, uram. De jó pofa a ruhája. Mi? Jó, a gyerek mulattató. Srácok, a bácsi szakmája a mulattatás. Van Isten! Köszönöm. Na persze, jaj, ne jöjjön hozzám! Most kézzel érinteni a gyerek mulattatót, ez az első számú szabály! Megvagy! Jaj, a szemem! Kérem, piros kézzel illetni a gyerek mulattatót! Ez mindjárt begolyózik! Fúj, de gusztus talán! Mi maga? Bohóc vagy hirdető oszlop? Én szép hölgy! Az elműhölgy pincetti vagyok! Tanult mestere Murinak és Bulinak, Mókának és... Rómának! Fogd a szád! Ez elmegy! Figyeled, időnként nem mozog a szád! Srácok, klassz buli mi? Apuka műve! És most egy kártyatrükk. Hol a kártya? Jaj, a fejem! Ez az ember érti a dolgát. Nem, nagyon köszönöm. Én vagyok a nagy hasduma, a közismert hasbeszélő. Nem azt mondta az előbb, hogy az elbűvölő Vincetti? De igen, a nagy mókamester Vincetti, hasduma, hasbeszélő. És most tapasszák becses szemeiket a számra, és látni fogják, hogy nem mozog. Én azt látom, hogy úgy jár, mint a kacsa feneke születkor. Még el sem kezdte, te félnótás. Figyelem!
Sunyi Bohóc segéd. Köszönj kérlek a kedves lányoknak és fiúknak. Azt mondtam, köszönj, Sunyi, köszönj. Azonnal köszönj, te eltaposni való féreg. Az előbb azt mondta, hogy fogja be a szám. Az régen volt, nem hallottam?